Ma grill party van nálunk a bázison, amire összedobtam egy király kólás édessavanyú csirkét rizssalival, mutatom, hogy készítem. A csirke pálcával fogunk indítani, ebbe kerül fokhagymapor, szecsuáni bors, gyömbérpor, teszünk bele egy kis szójaszószt, egy narancsnak a levét, egy lánynak a levét, és végül fölöntjük egy kis kólával. A combokat belerakjuk a kis pezsgőfürdőbe, amit készítettünk, wellnesseznek kb. 3 órát benne, aztán pattannak fel a grillre. A grill már elég meleg, mehetnek rá a zöldségek, de előbb még összevágjuk őket. Az ananász megtisztítom, aztán karikákra vágom, a paprikát nagyobb szeletekre, az új hagyma marad így egészben, a lájmot pedig csak elfelezem. Kész vannak a zöldségek, összevágjuk őket. Megvagyunk minden előkészülettel, most már csak összedobjuk a salit. Facsarunk egy tálba az égetett lájmból, teszünk bele egy kis szezámolajat is, sózzuk és meg is borsozzuk. Mehetnek a marinádba a felaprított zöldségek, a következő a rizs, én ezt már megfőztem, nem untatnálak vele titeket, de igazából maradék rizs is nyugodtan belerakhatok, ugyanolyan jó lesz. És keverjük is össze. A csirkék kipihenték magukat, úgyhogy földobjuk őket a grillre. A pácban én nem szoktam használni sót, most sem tettem bele, úgyhogy a grillen fogjuk sózni. Most jön a legizgibb pillanat, megnézzük, hogy hogy sikerült az alja. Ezt nézzétek, milyen komoly grillmárkok vannak rajta. Egy pár percig pihentetjük a vágódeszkán a húsikat és tálalunk is. Utolsó lépésként megszorjuk egy kis szezámmaggal és be is lehet burkolni. El is készültünk. Nagyon királyul néz ki, nagyon jó pont, hogy gyorsan kész lett, mert azért valljuk be, hogy a grillpartik nem csak a kajálásról szólnak, úgyhogy megesszük és mehetünk is bulizni. És persze kövessetek minket mindenhol, köszi, hogy megnéztétek, sziasztok! A videót a Coca-Cola Zero támogatta.